9.tv. Otthon, város, Ferencváros. A tavaszi szünet napjaiban a gyerekeknek szól kulturális műsorunk, ahogy a gyerekeknek szólt a múlt heti tavasz köszöntő tavaszi húsvétolás a Dési Művelődési Házban. Kézműveskedés, tojásfestés, ajándékkeresés, locsolóversek, koncert és bábszínház. Ezzel várták a lakótelepi gyerekeket, ezzel várjuk mi is a legkisebb nézőinket. Alig vártam piros tojás, fehér műszínes tojás, eljár egy kuszi. Jaj, gratulálok! Kapcsoljuk meg! Nagyon ügyes volt! Úgy döntöttünk, Bogár Gusztika, Bogár Zsuzsika, Bogár Jancsika és Bogár Karika, hogy elindulunk szárnyunkkal így csinálva. Ti is tudtok így csinálni? Hogy a bogár... Nem így, mert tudjátok, kik repülnek így. A nagyvadarak, a gólyák, meg a sasok. Mi kicsi bogárkák vagyunk, és csak zümbögünk. Ő is zümbög, csak más nyelven. És elindulunk a friss tavaszi erdőben. Néhol még hómaradványokat látni, de már nem sokáig. Csak repült a sok kis bogár, mert ilyen messzire még soha nem repültek az erdőbe. De szépen fütyült ez a rigóka, ilyen gyönyörűen, de ahogy egyre beljebb repült a sok kis bogár az erdőben, hogyha velünk tartotok, akkor ti is, és egyszer csak egy palotának a tornyait véltük felfedezni. Bogár Gusztika, te, aki a legjobban látsz közülünk, hány torna van a palotának? Hozzá kell tenni, hogy Bogár Gusztika nem lát olyan túl jól. Bogár Jancsika, te hány tornyot látsz a palotának? Egyet. Bogár Zsuzsika? Én kettőt. Ő kettőt, az már négy. Én is látok kettőt, az már hat. És ti hányat láttok? Ő azt mondta, hogy három. Három. Tehát akkor ez egy nagyon-nagyon sok tornyú palota. Mit szólnátok hozzá, hogyha berepülnénk a kulcsjukon keresztül, rendben? Megnézzük, hogy mi történik benne, mert olyan incsiklandozó illatok vannak. Akkor figyelem, összehúzzuk a szárnyacskáink, és berepülünk a kulcsukon keresztül. Gyertek utána, befértettem, Bogár Jancsika, te vagy a legnagyobb, befértél? Igen. Valahogy nem tudom, hogy követ minket egy farkas egy almafával. Egy repülő almafával. Bejutottunk, és mit látnak szemeim? Valamit sütnek itt, de mit látsz, Gusztika, mi lehet ez? Hát az illat alapján ez... Na mi lehet? Málna a szőr. Mikrofon? Nem. Palacsintára tippelni. Palacsinta, ti szeretitek a palacsintát? Na hát, mert mi eddig csak zümzük palacsintát ettünk, amit az anyukánk sütött nekünk, de ő csak virágporral töltötte meg. Lehet még mással is megtölteni, mint virágporral? Nem lehet? Igen, lehet. Mivel lehet megtölteni? Mivel lehet például? Virágporral? Lekvárral. Mi az a lekvár? Mi még nem láttunk lekvár. Gyümölcsből van a lekvár, de okos vagy. Na és mivel lehet még megtölteni a palacsintát? Fahéj. Na, amikor a fa alszik éjjel. Na de figyeljetek! Ebben a palotában lakott egy öreg király,
palacsintás király, és neki nagyon sok kis manó sütötte egész nap a palacsintát, és dobálták be a szájába, megállás nélkül. És a király egész nap csak aludt, szúnyókát, és még alva is betudta a szájába a sok palacsintát. Palacsinta palotában egy öreg király, mindig csak vár, mindig csak vár, hogy a lisztet meghozzák már, hogy a tésztát gyorsan nyújtsák, hogy a lisztet meghozzák már, hogy a tésztát gyorsan nyújtsák. Kedves szülők, kedves gyerekek, kislányok és kisfiúk, lehet eldugott kis batyukat találni a műfáz egész területén. Ilyen kis, pici batyukat lehet találni, abban egy nagyon finom sütike van, tudomásom szerint, és aki ebből a legtöbbet összegyűjti, az ajándékot kap. 1, 2, 3, 4, kis őzike, hová még? 1, 2, 3, 4, kis őzike, hová még? Elég, hogyha tudom én, tavasz elé futok én. Cserdőbe, serétre, a szép tavasz elébe. Bizony, szépen tényleg eltűnt. Brekeke! Brekeke! Na mi az, békák? Megijedtetek? Megijedtünk! Az jó, mégis csak én vagyok a rettenetes. Harkás! Meg is sikerült. Na, jól van, békák. Gyertek inkább velem játszani. Most már nem megyünk, Brek. Nem, hát nem. Nem is kell. Úgyis másért jöttem ide. Tegnap itt hagytam a kő alatt az újságomat. Na most előveszem, és olvasok egy kicsit. Olvasom, olvasom. Az újság fejellenfele van. Olvasi! Farkas! Mi az? Te nem is tudsz olvasni.
Na miért? Te aztán tudsz, mi? Jól van, na mindenben belekutyogtok. Akkor csinálok valami hasznosat ebből az újságból. Mondjuk hajtogatok egy csákot. Bre! Bizony. Na, kezdem is. Ide hajtom, oda hajtom. Egy hajtás ide, bre! Egy hajtás oda. Ho-ho, kész is. Elpróbálom. Na nézzük csak. Ho-ho-ho-ho. Jaj, egy kicsit le. Na. Ho-ho. Na békák, milyen? Szép! Jaj, ti is az elég olyan szépen énekeltetek. Tudjátok mi? Énekeljünk együtt! Bre, kekje! És én leszek a karmester! Bre! Na, jó, akkor leveszem a csákot. És akkor kezdhetjük is. Énekelni fogunk. Egy, két, há! Nincs is hallása. Rád figyelni! Bre! Sose hittem volna, hogy becsületesen is meg lehet gazdagodni.
Becsületes rablás, nem rablás. Nem bizony, ezt jól kitaláltad róla. Nagyon okos vagy. Nagyon nem az vagy. Gazdagok lesz. Nem hiába hívnak Rókának. Megvan, újból számoljuk.
Egy, kettő, három, négy, öt. Nagymama harisnyát köt. Kiszalad, beszalad, ez a róka kimarad, ez a farkas itt marad. Nos, tévedtem ezelőtt. Hát, ezek szerint nem. Ezek szerint nem. Üljön nyugodtan. Na de hogyha... És ne ízek mozog. De ró... És ne kiabálj. Mert a csibe ideges lesz. Szia. Ilyet még nem is hallottam. Hát jól van, rá tudok én is ülni. Ha, mi az, hogy? Hát hagyjuk ott tudnám, akkor én is. Na nézzük csak, hogy is kell az, hogy gyorsan. Egy, kettő, három. Visszateszem, és most nagyon gyorsan megpróbálok ráülni. Egy, kettő, három. De olyan? Te ne gurulj nekem, ne ugrálj nekem, mert olyat teszek veled, hogy... Így. Vigyázz rá! Két. Nem mozdulj. Három. Egy kicsit kényelmetlen. A tyúkok hogy csinálják? Úgy is kell azt, hogy... Otthon, város, Ferencváros.